Minden évben megrendezik az orvosi világjátékokat. Idén a szlovéniai Mariborban tartották a 24 sportág versenyeit, amelyen 40 ország csak nem 2000 sportolója vett részt. Magyarország is népes delegációval érkezett. Nyíregyházáról dr. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos vett részt a versenyen, ahol a 10 kilométeres nehéz pályájú hegyek között vezető terepfutásban és a félmaraton távon is a kategória győztese lett. Vendégem a stúdióban Újhelyi János főorvos úr, két aranyéremmel a nyakában érkezett. Először is gratulálok a Köszönöm az szépen, és nagyon büszke is vagyok erre a két éremre. Lehet is. Főorvos úr, mióta ilyen aktív sportoló, vagy még gyerekkorában elkezdte, és azóta abba se hagyta? Hát azt gondolom, hogy vidéki gyerekként egy jó alap szerzett az ember. A gimnázium években már atletizáltam, az egyetemi években tájfutó voltam, és utána barátkoztam meg a hosszú távú futással, de valójában 1980 óta, mióta Nyíregyházán élek, azóta kapcsolódtam be olyan szinten a hosszú távfutásban, ami már versenyszerű, és hát az eddigi pályafutásom során körülbelül 55 maratoni távot, ettől egy kicsivel több félmaratoni távot és a számtalan kisebb távon indultam, és hát most is aktívan sportolok, ezen a versenyen éppen most estem át, és már teljes gőzzel készülünk a barátaimmal szeptember végi moszkvai maratoni versenyre. Erről az orvosi világversenyről mit lehet tudni, mekkora múltja van, kik rendezik, és azért a bevezetőben itt elhangzott, hogy nagyon-nagyon sokan vesznek részt rajta. Igen. Őszintén szólva, valahogy én nekem is elkerült a figyelmemet a korábbi években, talán a több más irányú sport miatt. Körülbelül én is 10 éve kapcsolódtam be úgy igazán ebbe a mozgalomba. Franciaország rendezi, ebben az évben a 37. volt, tehát ugye ez már akkor ugye régen indult, sőt Magyarország is körülbelül 10 évvel ezelőtt rendezett egy ilyet a Balatonnál. Nagyon nagyszerű dolog ez, mert a világ egészségügyi dolgozói, tehát nem csak az orvosok, hanem az egészségügyi dolgozók korosztályos kategóriákban indulnak, és nagyon jó reklámja van az egész világon ennek a mozgalomnak. Mindig igyekeznek kiválasztani egy olyan fogadó országot, ahol nagyon szeretik a sportot, és meg tudják rendezni. Ezen túlmenően pedig egy szép várost, környezetet, és ott pedig egy nagyon komoly körítéssel, ünnepségekkel és bemutatásokkal a sport és az egészség együttesét igazán kommunikálják, és ezek nem elméleti dolgok, mert ezek együtt szoktak menni egy világ sportorvosi szimpóziummal, ahol a világ vezető sportorvosai megbeszélik a szakmá szépségeit, nehézségeit, és itt is a kollégák jó része, magam is beszoktam kapcsolódni, és így azt gondolom, hogy egy teljes és kifelé nagyon jó üzenettel rendelkező mozgalomról van szó. Azt gondolom, az orvos, illetve az egészségügyi dolgozó hitelességét erősíti. Hát akkor, én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy így van, és hát az lenne a szép, hogyha ez a mindennapi gyakorlatban is így lenne, hogy mindazok az egészségügyi dolgozók, akik az egészségről, az egészség megelőzésről beszélnek, hát önmaguk is tennének ezért hathatósan. A magyar egészségügyi dolgozók mennyire kaphatók erre? Mekkora számban képviselték Magyarországot ezen a versenyen? Magyarországnak jó neve van ebben a mozgalomban. Azt kell tudni, hogy itt azért nem amatőrök jönnek el, nem annyira amatőrök jönnek el. Eljöhet mindenki, a akkreditációnak a feltételei megvannak. Egyrészt az, hogy egészségügyi dolgozó-e, másrészt meg az egészségi állapota, sportmúltja olyan-e, hogy azt
a versenyszámot tudja-e, és Magyarország népes delegációval, most én nem tudom megmondani, ez a Magyar Orvosi Kamara pontosan nyilván tartja, mert ugye el tudják képzelni, hogy sok 10-34 számban indulnak, és ezek a kollégák, emberek jószerével csak a megnyitón és az záróünnepségen találkoznak igazán. Elvileg minden este van egy ünnepélyes eredményhirdetés, meg a helyszínen is van, de ott nincsen mindenki, de mondjuk a többség már a megnyitón és a záróünnepségen részt vesz, ott aztán hatalmas tömeg van, és a magyaroknak nagyon jó nevük van, futballban, atlétikában és úszásban is, de a sportlövőt is láttam, cselgáncsozót, úgyhogy nagyon nagyszerű, széles a skála a sportágok tekintetében. Ebben a két kategóriában, amiben győztes lett, volt-e valamilyen különleges kihívás ott Mariborban? Hát én ezeket nagyszerű versenyeknek láttam, mert nagyon jó volt a rendezés, és olyan kemény pályát sikerült összehozni a szervezőknek, hogy igencsak beletört a bicska sok emberbe, mert feladták, vagy 4-500 méteres szintkülönbségen, úttalan utakon vezetett ilyen fa kitermelő gépek által kreált utakon vezetett a pálya, ez volt a 10 kilométeres, egyébként Maribornak azon a legszebb pontján, ahol a síelők paradicsomának is tekintendő, a hegycsúcsról indult ez a pálya, ez volt a 10 kilométer és a félmaratoni táv, mint minden más félmaraton vagy maraton, ilyenkor bemutatják a város legszebb pontjait, tehát olyan a vonalvezetése a pályának, hogy gyakorlatilag azt a várost be tudja mutatni, de mivel az a vidék, ugye az Alpok alja, egy dimbes-dombos terület, ott is voltak szintek, és nagyon jó volt. Aktív sportoló, sportorvosként mit tud tanácsolni azoknak az embereknek, akik így nyár elején felbuzdulva a következő strandszezon előtt belevágnak a sportolásba? Mindenek előtt az, hogy tegyék ezt, mert nincsen olyan egészségi állapot, amely önmagához képes ne tudna fejlődni. Tehát valamilyen mozgás mindenki tud, lehet, hogy ez 2 négyzetméteren a szobájában, lehet, hogy egy kis sétával, vagy egy nordic walkinggal, aki pedig egy kicsit komolyabbran adja a fejét, akkor nagyon kiváló, gyönyörű az erdő. Hála Istennek, én minden nap futok, és egyre több emberrel találkozom, és ne röstelje azt, hogy hogy néz ki, hanem azért, hogy egészségesebb legyen, csinálja. Csak a veszélyeket is ismerni kell. Elsősorban az a legfontosabb, hogy egy időjárási viszonyoknak és az ő állóképességnek megfelelő felszerelése legyen, és olyan motiváció legyen, csak azt célozza meg, ami reális. Ezért nem árt, hogyha előtte az orvosával, sportorvosával, vagy az alapellátó orvosával megbeszéli, hogy ő milyen mozgást választhat. Ha ezt megteszi, akkor azt tanácsolom mindenkinek, hogy heti 3-4-szer egy 35-40 percet mozogjon, mert ezek az igazi élettani dolgok, minden nap lenne jó, de mégis nyáron olyan időt kell választani, amikor nincs nagy meleg, ez a reggeli, hajnali órák. Én nagyon sok emberrel találkozom, nem fut közben esti 7-8 óra körül az erdő környékén. Nem szerencsés, mert 7-8 óra körül nyáron ugyanolyan meleg van, mint kora délután. Tehát a hajnali órák, legyen egy kellemes, egy jó felszerelése, könnyű ruhával, a mozgás egyébként is fog annyi hőt termelni, hogy nem fog megfázni, és igyon folyadékot. Előtte ne egyen sokat, csak minimálisat, és útközben közben az erdő mellett több ivókút van, a Sóstón is, és itt az erdei tornapálya környékén is, és forduljon arra, igyon egy kicsit, ha valaki 15-20 percenként iszik 1-2 deci folyadékot, biztos, hogy nem lesz baj. Ne igyon előtte kávét, ne igyon alkoholt, könnyen öltözzön, és már csak sikeres lesz az a kis mozgás. Főorvos úr, köszönjük a jó tanácsokat, és még egyszer gratulálunk a sikereihez. Köszönöm szépen.